Nem sokára indul a Budapesti Nyári Fesztivál, mégpedig egy mini fesztivállal a nagyobb rendezvénysorozat keretén belül. A Városmajori Színházi szemlével, amelyben 6 város, 6 színházának 6 előadása verseny majd a zsűri és a közönség szavazataiért. Vendégünk a szemle egyik válogatója, Kassai György Színház történész kritikus, egyetemi tanár. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogyan választották ki ezt a 6 előadást? Több mint 50 előadást néztünk meg Miklós Melániával, és Bán Teodóra kérésére végeztük el ezt a válogatást ebben az évben. December óta válogattunk, és... Milyen szempontok alapján? Hát az egyetlen kikötés az volt, hogy minőség legyen. Ez volt a mi feltételünk Melániával, hogy erre legyünk figyelemmel. És hát természetesen arra is figyeltünk, hogy nyár van, tehát szórakoztató előadások legyenek, de szerencsére olyan gazdag választék volt idén a Budapesten kívüli magyar nyelvű színházi előadásokban, hogy nem volt könnyű végül a 6 előadást megtalálni. Ez hogy függ össze egyébként, hogy ha nyár, akkor szórakoztatni kell? De inkább, mint elgondolkodtatni? Nem, ez egyáltalán nem így függ össze, csak ugye volt egy régebben, volt olyan rossz értelemben vett hagyománya a nyári szabadtéri előadásoknál, hogy akkor csak kacagni akarnak az emberek, meg nevetgélni, meg egyáltalán, hogy könnyedebb műfajok legyenek. Mi meg azt gondoltuk, hogy a minőség az bármilyen műfajban minőséget jelent, és csak erre figyeltünk oda. Tehát itt csupa olyan előadást sikerült összeválogatni, amelyekben valóban lesznek könnyedebb pillanatok, de lesznek olyan elgondolkodható, tragikus pillanatok is, amelyek tényleg megszólítanak minket. Meséljen egy kicsit a kiválasztott 6 előadásról. Hát mához egy hétre kezdődik egy szuperprodukcióval, a Jézus Krisztus szupersztárral a Kaposvári Színházból választottuk. Ez Bozsik Ivett rendezésében látható majd, és hát Tapos Kátya hangja, illetve György Sándor a főszereplésével, tehát ez egy nagyon, már minden jeggyel kelt, úgyhogy erről nyugodtan lehet mondani, hogy ez biztos, hogy siker lesz. És aztán hát magyarországi, tehát határon belüli előadások közül Szombathelyről Alföldi Robert rendezésében a Makrancos Kata jön, amely Parti Nagy Lajos fordításában, sőt újrafordításában, sőt a végének újraírásával. Jól sejtem, hogy meglehetősen rendhagyó előadásra számíthatunk? Igen. Hát egy örök téma, egy nő meg, illetve betörése, amely már Shakespeare-nél is egy meglehetősen kényes kértés, és a utókor kritikája. Igen, csak Sárföldi Róbertre, se Parti Nagy Lajosra nem az jellemző, hogy az örök témákat az örök sablonok alapján vinnék. Hát nem is, sőt, nem akarom lelőni a poént, és a végét nem fogom elmondani, hogy mi történik, de meglehetősen újra csak átalakítják a végét, mint éppen 10 évvel ezelőtt, amikor először csinálta meg Parti Nagy Lajos Alföldi Róbertnek a fordítást. Tehát és szintén Parti Nagy Lajos fordításában jön a Tártűf. Így van. A Tártűf, ami Tatabányáról jön, és Szikszai Rémusz rendezésében, és ott is hasonló módon a vége az egy rendkívül komoly csavarral lesz látható, ami egészen új megvilágításba helyezi a történetet. És ugyanez érdekes, hogy lehetne egy Tartuff minifesztivált is csinálni, hiszen az Örkén Színházban pedig Bagosi László rendezésében ugyancsak remek előadásban látható a Tartuff, de hát ez már egy másik kérdés. Ugye? De a nézők persze megnézhetik mind a kettőt, és akkor megrendezték a maguk minifesztiválját. Zűrzavaros éjszakák Miskolcról. Miskolc Rusznyák Gábor rendezésében, ahol pedig hát egy ilyen őrült kavargás. Tehát ez tipikusan az előadás, amiben a vidám pillanatok és a tragikus pillanatok azok a megfelelő arányban fognak keveredni egymással, rendkívül izgalmas rendezői meglátásokkal, és hát kitűnő színészi alakításokkal, Gáspár Tiborral, Lajos Andrással, Ulma Mónikával, szóval egy nagyon izgalmas előadás lesz.
Bolondok tánca és buborékok? A két határon túli előadás. A Bolondok tánca az Szabadkáról, a Sebestyén Aba rendezésében. Hát ez Lev Birinszkijnek, orosz szerzőnek a drámája, ami az orosz forradalomról szól, illetve orosz forradalom idején játszott ide. Egy őrület, szóval állandó rohangálás, veszekedés, verekedés különböző kulcs témák körül. Tehát forradalom, ellenforradalom, korrupció, emberi gyengeségek, hatalommánia, szex, ninfománia, tehát egészen furcsa kavargás lesz, de rendkívül szórakoztató előadásban, és hát Sebestyén Aba pedig a határon túli magyar színjátszás egyik vezető alakja, egészen kitűnő. És mit jelent az, hogy kőszínházakból viszik szabadtérre ezeket az előadásokat? Hát ez időnként kérdés is volt, tehát volt olyan előadás, ahol hosszan kellett győzködni az alkotókat, hogy elhozzák a város majori szabadtéri színpadra, ami ugye azért nem egészen szabadtéri, hiszen ne jegyenek meg a jegyet váltó leendő nézők, mert be van fedve, tehát van egy vászontető fölötte, tehát a teső az nem akadályozza. Inkább az a kérdés, hogy a tér hogyan változik meg, tehát egy rendezői koncepcióban, egy alkotói koncepcióban a zárt térbe, tehát a kőszínházban elképzelt mozgások, meg kapcsolatok, tehát a színészek közötti párbeszédek, azok olyan érvényesülnek egy sokkal nagyobb térben. De hát ezt vállalják, akik eljönnek, vállalják és megoldották. És nyilván kell majd egy kis átalakítás, de nem csak a közreműködőknek lesz dolga, hanem a nézőknek is. Hogyan? Hát természetesen szavazhatnak majd a legjobb előadásra, amennyire bár ez nem az én asztalom, hogy erről részletesen beszéljek, de minden évben van közönség szavazás, közönség díjazás is. És még egy előadásról nem beszéltünk, a buborékokról, tehát a nagyváradi Novák Eszter rendezte előadásról, ami szintén, hát a Kicsik Gergely drámája, az pedig maga a családi őrület, szóval egy mindenáron feltűnési vágyban szenvedő feleség és a gyermekeikért mindent megtenni akaró szülők, akik viszont belekerülnek egy olyan költekezés és spirálba, amiből nem lehet egyszerűen kijönni. Köszönöm szépen, tehát indul a színházi szemle, és ezzel együtt a Budapesti Nyári Fesztivál, ha jól értem, jegyek még vannak. Nem mindenre, hát ott de igen, van amire vannak, hát de még lehet, néhány, lehet, hogy nem sokáig érdemes sietni kell. Köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm.